Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudja, és elkezdtem egy ilyen sorozatot, amiben az azt adottukat fogom megnézni. Ami arról szól, bekülditek a Discord szerverre, és akkor elemezni fogunk, ugyan néz ki, mivel játszol, meg ilyesmik. Szóval itt is az első Delikvens, aki nem más, mint a... nem tudom, hogy ki küldte be, mindegy. Nézzük meg az asztalát. Elsőnek is a háttérkép, az nagyon fontos. Nagyon sok mindent elmond az emberről. Oda az van írva, hogy light. Az azt jelenti, hogy lightos valami. Szóval ő nem annyira jó játékos lehet. Ezzel próbálja kompenzálni, hogy ilyen hátteret rakott be. Amúgy eléggé jó. Ilyen neonzűd. Lehet, hogy nagy kocsis. És akkor szokta egy tuningolni. Azért van neki ez. Nem tudom pontosan. Na nézzük meg, hogy milyen ikonok vannak neki, ami fontosabb. Igen, ő Steamos, van neki Epic Games-e is, szóval szokott játszani Fortnite-ta, gondolom. Vagy lehet, hogy Apex Legends, mindegy. Aztán itt a Discord, igen. Milyen mappái vannak, az fontos, képek, szerver, aha. Lehet, hogy szokott ilyen hakkúgatni. Vagy ilyen nagy programozó lehet. Van zenék, emberek. Ki az, aki zenét úgy hallgat, hogy le van tűtve? Ja, neki itt a Spotify. Ja, akkor semmit, akkor nem is szóltam, bocsi. De akkor abban mi van? Lehet, TC. És akkor a nyomatja, keveri a mixet. Hát nem tudom. Mivel játszik? Ott van jobb oldalt, látjátok? Brúhalla. Cségózik. Minek haftozik? Lul. Szóval igen, nagyon sok játéka túlja. Lehet, hogy én nem találtam meg, hogy melyikben az ilyen professzionális. És azért így kipróbál ő nagyon sok játékot, és akkor hát az egyikben jó lesz. Én azt ajánlom neked, hogy cségúzzál. Nézd meg a tutorial videómat, és akkor az összeset le kell törülni, és akkor maradjon az az egy játék. Így az asztal kinézetére, hogy el van rendezve. Hát... felszubbol! Ó, most valaki felszubbol. Szóval, hogy az asztal el van rendezve, én azt mondom, hogy 10:6-os. Mert valahogy fönt nincs semmi. Ott eléggé csupasz. 10:6-os. Meg ez a háttér eléggé sütét. Nem annyira begyűvös. Na, menjünk is tovább. Menőzik a izéba, az MSI-be menőzik. Ez a háttere van neki, az asztalon. Mi? Mi ez? Microsoft Edge. Az ő milyen játék? Én azt nem igen ismerem. Nem is tudtam, hogy kiadott, bár olvastam, hogy Microsoft ki akar adni valami túlélős Battle Royale játékot. De erről még így nem hallottam, hogy ennek után fogok keresni, hogy ez milyen játék. Mindegy, legalább most ezért jó, hogy nézegetem az asztalt, mert lehet, hogy van olyan, amit én nem ismerek. Ott van alatta a Google Chrome, ugye az böngésző, jó, Steam, Origin, Epic, Ubisoft, Battle.net, úristen, hát ő is egy összetett játékos, azt kell, hogy mondjam. De hogy neki legalább szépen el van rendezve, nem? Itt bal oldalt vannak ezek az ikonok, a jobb oldalt meg... ott is ikonok vannak, de ott már játék ikonok vannak. CSGO, Fortnite, People Playground, Ugály, Mudrunner, az ilyen autós játék, hogy megyünk a telepen és így autózunk. Jó, minek haftozik? Among Us, PUBG, Rainbow Six Siege, War Thunder és Sea of Thieves. De sok játék a túlja. Ja, ezek eléggé fasz a játékok, te eléggé jó gyerek vagy. És alul meg ott van a Gaming OSD, MSI Gaming App. Hát erre mit tudok fűzni? Szerintem én neki nincsen úgy önbecsülése. Azért ő menőzik azzal, hogy ilyen gépe van, tudod, ott mutatja, hogy jaj, a gépemet tudom, hogy tuningolni, meg ilyesmi. Ugye azért van ott a jobb alul sarokban az, hogy miként tud csinálni. És játszik mindenne. Ő tipikus ilyen egyszerű játékos. Nem veszi komolyan a játékot, nem is szokott nyerni benne. Hát ennyi. 10 per 7-est adok neki. 10 per 7-es adok, mert az előzőhöz képest ez rendezettebbnek tűnik. Nincs fülösleges mappa, nincs is itt mappája semmi. Na menjünk tovább. Kettő monitoron túlja. Kicsit rossz az, ez hatás van az üszképre. Az, hogy nem egyforma monitor, de ez nem volt semmi, csak fura. Gondolom, hogy nagy streamer. Ugye mindig a streamereknek van a két monitorja, mert sima egyszerű mezei ilyen usernek semmi értelme nincs minek. Ja, és ott is van OBS Studio. Ki is találtam, hogy streamer, ez nagyon egyértelmű. Ja, ez most nem is látszik be, mindegy, ott van egy OBS Studio, mi van? Jump King. És amúgy nem is olyan magyar, nem? Vagy egy magyar gyerek? Szokásos játék, mint az előzőeknek. És szegény csávónak nincsen sok pénze. Ezt tudjátok, hogy honnan vettem le? Ki, jaj, Activate Windows. Nem baj. Majd ha rámész, akkor küldök neked PayPal-ön egy keveset, hogy tud aktiválódni a Windows-t. Anélkül ugye nincsen internet, mert nem tud semmit használni. Szóval egy kicsit sajnálok téged. Lehet, hogy már a streamen és ez minden be van. De egy Windows az eléggé drága. De majd megoldjuk, jó? Mint a streamerek összekül tartani. És akkor nem lesz semmi probléma, higgyél nekem. Osózni is szokott. Ja, azt, abból lehet, hogy csinálom tutorial videót, osóból. Már mondták páran, hogy legyen. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy lesz. Na jó. 10 per 6-ost adok neki. 10 per 6-ost, 10 per 7-es lett volna, de nincsen aktiválózva internete. Na, menjünk is tovább. A káoszban van a rend. Mi van itt? League of Legends gyorsítótárban ott van. Szóval ő csak lulózni szokott. Amúgy szerintem ez inkább ilyen laptopos, nem? Szerintetek? Szerintem inkább ez ilyen laptop képernyő. Mindegy. Ja, Rockstar. GTA ütözik. Igen. Total Commanders, jó? Amúgy tipikus szerintem ilyen 16-17 éves ilyen iskolás gyereknek nézzük, aki nem szereti úgymond rendszerezni a dolgait. Minden egy helybe gyűn, ahogy esik, úgy puffan. Szerintem ő mindent megtalál rajta. Fontos neki az, hogy egy helyen legyen minden, és nem szereti így keresgetni, hogy most mit hova tett, hanem az asztalon kint van, onnan gyorsan el is érem. Mivel játszik? Roblox is itt van neki, Roblox-on játszik, akkor GTA-zik, League of Legends. Jó, szerintem ezt a három játékot szokta túlni, Adobe Photoshop, ezek a fontos dolgok. Ja, itt van a suli, szóval a tanuló. Itt, hát igazából itt jó. Epic Installer. Szerintem ez eléggé passz, azt kell mondjam, nekem ez eléggé. Ja, és itt van Among Us. 10/8-as adok neki. Mert az asztalt teljesen kiterítette. És ez nagyon fontos, hogy vagy legyen elrendezve, vagy minden tele. Az a küsztes, mint az elsőnek, hogy néha van valahol valami, az nem annyira gyűnbe nekem. A háttér, meg ugye nem igen látjuk, ha van itt, az ennyi. Na menjünk is a következőhöz. Aha. A háttér az eléggé jó. Én is szerettem a húkot, tudjátok, az a Marvelből az a szuperhős, ami át tud alakulni. Csak ugye most annyira mérges, hogy most nem zűr színű lett, hanem piros. Látjátok, csak úgy kitépi a falat. Átállt a sütítő oldalra, ez majd most fog kigyűnni ez a film, ez eléggé jó. Ezt majd meg fogom nézni, és akkor itt harcolnak ellene, de mindegy. Ez hát ez a trailerből van, ez vágó. Na nézzük is meg, hogy mi van itt neki. Among Us, Rocket League, CSGO, hát az szokásos League of Legends, ez mindenkinek megvan. GT izéje van, mi az Nvidia processzora van. Mondjuk az eléggé jó, nekem is van olyan. Azon szinte minden játék elfut. Az fontos, hogy eléggé jó legyen. Én ezt szeretem is használni, de majd lehet, hogy föl fogok egyszerűen újítani másra. Mi van itt neki? Asus GPU, Spotify is itt van. Jó, szóval Spotify-re elő tud fizetni, akkor is neki be van aktiválódva a Windows, szóval van neki internete, ez egy fontos dolog. Akkor neki pénzes gyerek, van logója, Norton antivírus, tehát most látok először, akinek van antivírus fönt. Idáig nem is nagyon tűnt föl. Nekik semmi, de nincsen vírusírtó, neki van. Akkor ez egy plusz egy pontot ér, azt kell mondjam. Van itt a zoomja, szóval ő is tanuló. Hát én azt mondom, hogy talán ez a legjobb háttér. Hát meg ez. Ez 10/8-ast adok. Bár ez a kínai mesék, ez az ikon itt van. Ez eléggé megőrzavar, hogy ez a kínai mesék, hogy ez itt van. Ha, ez érdekes. De itt is itt van a kínai mesék. Mi ez a kínai mesék? Ennek is itt van a kínai mesék. Ennek is van ilyen. Ez mi? És neki van? Neki nincs. Neki van kínai mesék? Nincs. Nem mindegy, ez elég érdekes. Na, akkor ennyi lett volna szerintem az első rész. Ez ilyen bemelegítő. És akkor küldjétek be az asztalatokat, a Discordra, tekiáltója DC. Be lehet küldeni, és akkor elemzem. Ez ilyen teszt, hogy mégis, hogy hogyan küld. Ilyet még én sem csináltam sose. Na, sziasztok!